Az imént látott felvétel, az egy ijesztő szunyog volt igazából. Én azt hittem, hogy ez az a szunyog, ami... Illetve hát igazából nem nagyon hessegettük el azt, hogy ez az-e, avagy sem. Most akarjuk ezt igazándiból kideríteni így a beszélgetés közben. Tehát most nem olyan rég felkapták azt a hírt, miszerint az országba, illetve a Európán belül több országba is, ahova nyaralni jár az ember, megjelentek a tigris szúnyogok, amik különböző halálos vírusokat terjesztenek. És ugye ettől most mindenki parázik, mindenki... Már korábbiakban is a másik szúnyogokról is állandóan volt, hogy mindenféle bajod lesz, ha megcsip a szúnyog meg. Persze, ez nem új dolog. Tehát de ez egy ilyen spéci, most... dizájnosabb szúnyog, szóval könnyebben felismerhető. Nem újdonság egyáltalán az, hogy a szúnyog hú de veszélyes, nem a szimpla, sima szúnyog, hanem most pont azt akartuk megmutatni, hogy melyik az, amelyik. Igen ám, csak hogy megnéztük, mert én voltam, aki megijedt, hogy ez nem-e az. Mert hogy... csíkos. Igen, mondjad. Na, ezt akartam, mondja csak. Csíkos szúnyogról van szó, és nekem feltűnt az, hogy a sima kis rohadékokon túl ez olyan más. Egyrészt nagyobb és csíkos, és a tigris szúnyog, amiről beszélünk, ugye az a gonosz mumus, ami tényleg veszélyes, az is csíkos. És nekem ez tűnt fel, és megnéztük, utána néztünk, hogy akkor ez az-e, ugyanis... Már amit csináltunk felvétel és egy pár fotó alapján, mert hogy elsőre itt van a szúnyog, elsőre teljesen úgy néz ki, mint egy tigris szúnyog, és talán még annak is hittük, és aztán beugrott, hogy ezt lehet jelenteni, van egy ilyen külön szúnyog projekt, amit lehet jelenteni, hogyha találkozol ilyen szúnyoggal, esetleg, és bemutatkozik neked, hogy én vagyok a tigris szúnyog, és te felismered, hogy minden különböző ismertető jeleiről. Ne fogjál vele kezet. Akkor fotót társítva lehet küldeni e-mailbe erre a szúnyog projekt oldalra, majd a leírásban ott lesz az elérhetőség, és az a lényeg, hogy mi most ezt beugrott, hogy ezt akkor most beküldjük, mi is, és rámentem az oldalra, és ott látom, hogy van egy ilyen gyík, amin az olvasható, hogy nem mivel, a mi zöld gyíkunk. Mivel téveszthető össze ez az, ez az egyetlen olyan, amit először olvastam, és rögtön ott van, hogy a gyötrő szúnyoggal összetéveszthető, és ez nagyon valószínűleg, amit mi lecsíptünk a testünkről, vagy lecsaptunk, csíptünk. Mi csípek, nem csípek. Hát, mint a szúnyog. A szúnyog csíp. Már összezavart. Igen. Remélhetőleg nem csípett meg, és nem mégis. Igen, és én csapom a szúnyog csíp, szóval keverednek a dolgok. Persze. Most viccelünk, de ez azért komoly dolog, na, szóval igen. Nem véletlenül beszélünk róla. Az a lényeg, hogy a tigris szúnyog egyértelműen csíkos, mint teste is, mint lába is, és ez elsőre az tűnt fel neked, hogy látszik a testén, hogy ezért ijedtem hogy meg, csíkos. De már nem úgy, hogy most akkor úristen világvége van, csak hogy nézzük már meg ezt a szúnyogot, hogy akkor ez most tényleg? Na és itt van azt a rész, szerintem felolvashatod igen, azt a fél nem, mondatot. Igen, nem véletlenül pont van a gyakran ismételt kérdések legelső pontjában, hogy mi nem tigris szúnyog, mivel tévesztető össze, hogy az előbb mondtam, mert van egy másik szúnyog, ami a gyötrő szúnyoggal összetéveszthető, és ez annyiban, hogy a sima gyötrő szúnyog a tigris szúnyoggal szemben a gyötrő szúnyog inkább szürke és nem fekete alapszínű, hiányzik a fehér hosszanti csika hátáról. Na ez az, ami viszont a tigris szúnyogon egyértelműen egy fehér hosszanti csík van a hátán, egybefüggő fehér csík, és ez... Az a hosszanti, az ugye maga a testét, hogyha így viszintesen elképzeljük, és akkor ugye a lábak, és így, akkor hosszan így kell, van, hogy legyen. Tehát keresztbe az amúgy csíkoknak. Igen. Egyértelműen egy hosszanti csík van, és ez hiányzik. A gyötrő szúnyog ugyanúgy csíkos az oldala, és még a lábán is csíkos, de viszont a hátán nincsen, és ennek a hátán nem... található meg az a hosszanti fehér csík, ebből kizártuk azt, hogy ez valószínűleg tigris szúnyog, de ettől függetlenül, hogyha te találkozol ilyen hasonló szúnyoggal, és sikerül elkapni, lefotózni, és a hátán van hosszanti, egybefüggő fehér csík, akkor azt a fotót csatolva érdemes beküldeni, mert hogy elvileg regisztrálják ezeket a szúnyogokat, és megpróbálják feltérképezni, hogy jelenleg hogy áll Európában ez a szúnyogfaj. Illetve mennyire, Magyarországon. Igen, mennyire terjedt el, mert amúgy nézve az oldalt már elég sok képet küldtek be, és be van jelölve a kis Magyarország térképen, hogy tulajdonképpen hol voltak már tigris szúnyogok,
És túl, hát az ország országszerte, minden, országszerte minden pontján volt, és eddig már több mint 300 e-mailt kaptak, amiben ez volt. Hát, hogy ez most mennyire veszélyes, vagy nem veszélyes, ezt mindenki döntse el maga. Én szerintem, mivel hogy ez egy ökológiai kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia felhívása, a tudomány érdekében, hogyha ez téged érdekel, akkor be tudod küldeni, hogyha találkozó jönne, és egyúttal jót tesz-e az emberiségnek, hogyha sikerül feltérképezni. Hát saját magadnak is, elvileg magadnak is, igen, mert tulajdonképpen információk hiányából nem tudunk nagyon sok mindent mi emberek, mert hallgatunk, nem osszuk meg az infókat egymással, valamit tudunk, és nem mondjuk el a másiknak, és ez pont egy olyan, amit el meg lehet félünk. Mondani. Meg félünk, hát sokan félnek, és most nekem is, bennem is felmerült, hogy most akkor elvisznek ilyen fehér kezes lábasba, bezárnak a, hogy hívják azt, mondjad már, karanténba, mert hogy mi fogtunk egy ilyen szúnyogot. Szóval az emberek félnek, de nem kell félni, hanem ezeket. Szóval szerintem sokkal nagyobb félelemre ad okot az, hogy mi van, ha ez tényleg az, és mi van, ha tényleg terjeszti azt a vírust, ami ugye halálos, és nincs ellenszere. Tehát itt az ellenszert kellene megtalálni. Igen, olvastál ilyesmit, hogy nincsen rá ilyesmit. Igen, hát az Zika vírus volt, azt hiszem az uh-huh. egyik, de most lehet, hogy tévedek, de mivel több vírusról is szó van, ugye hát most a maláriát nem akarom ide keverni, mert ugye nem tudom, hogy melyik szúnyog mi, meg hogy most itt melyik jelent meg, hogy szóval ennyire nem vagyunk azért képbe, de sok több ilyen halálos kór is van, amit terjesztenek ezek a szúnyogok, de igazándiból megijeszteni mi se akarunk senkit, és én egyébként határozottan utálom, ami a médiában sokszor megjelenik, hogy ezek a különböző rémhírek, hogy most akkor ki sem menjünk már az utcára, mert mi van, ha megcsíp egy szúnyog. Szóval ez azért egy baromság, igen, mint ahogy igen. A kullancsok is egy ugyanilyen dolog, hogy most jó, hogy az egy macska és nem egy ember, de a macskákba is, ugye itt a kóbor macskákba, akik minket körülvesznek, körülbelül 2 napon találtunk kullancsot és semmi bajuk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tőle tartani, azt se jelenti, hogy ne kellene az okosabbakra hallgatni, tehát az orvosokra vagy a ilyen-olyan leírásokra, a hivatalos forrásokban, hanem tényleg sok olyat, tehát ugye itt a hatásvadász cikkekre gondolok, ahol úgy adják elő ezt az egészet, hogy most akkor nem menjék ki az utcára, mert úristen, megcsíp egy szúnyog és neked véged. Ez egy hülyeség. Tehát sok szúnyog van, sokféle szúnyog van, és most arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy igen, van az országban is, ez tényleg igaz, tényleg veszélyes, lehet, de ez nem azt jelenti, hogy mumusok repkednek az égbe. Hát egy nagyon egyszerű példát tudok mondani, amit pont itt körülvel számtalan lopó darázs van a közelünkben, és eleinte azt az ember meglátja, egy ilyen nagyon nagy félelmetes valaminek látja a repülés, úristen, mit csinál veled, az közben ártalmatlan emberre, nem igazán csípi meg az a történet. Nem viszont, csíp, egyáltalán nehéz rávenni állítólag, hogy megcsípjen. Igen, viszont ha megfélsz a pókoktól, meg elkapja a pókokat, és egyúttal így mindenki jól jár. Na de ez az oldalon, ami van, egy annyit, mert most közben megnéztem, mert nem találtam eddig, hogy hol van, tök egyértelmű, a felhívás menü alatt van, tulajdonképpen ott le van írva részletesen, hogy mit kell tenni, megadni a települést, élőhelyre vonatkozó adatok, stb., hol volt, patak mellett, parkolóban, melyik nap, mikor, és ennyi, beküldöd e-mailbe, semmi olyan kötelező adat nincsen, ami alapján most mondjuk téged. Nem kell nevet gondolom meg, ami meg ilyen. A gyűjtő neve és e-mail elérhetőség ennyi, tehát mostan, de... Mi az, hogy gyűjtő neve? Hát akit begyűjtötte, te, mint ja, gyűjtő aha, neve. Aha. Ennyi tulajdonképpen e-mailbe beküldöd, aztán utána jönnek, és nem jönnek senki, ez csak a hülyeség része, nem jön senki. Na, nem szóval... tudod elválasztani a komoly dolgot a viccestől. Nem. Szóval ez tényleg nem a vicces ez nem egy vicces dolog, itt tényleg komolyan kell ezt venni, és amit még viszont kihagytunk, hogy azon túl, hogy mi a különbség a tigris szúnyog, ugye a veszélyes tigris szúnyog és a másik szúnyog között, amit mi találtunk, és szintén csíkos, de nem tigris szúnyog. Nincs hosszanti fehér egybefüggő csík a hátán. Nem, ja, nem arra gondolsz? Hanem valamint, azt írja, van még egy, a lábakon lévő gyűrűk és is keskenyebbek, néha alig láthatóak, mint a tigris szúnyog. De ez amúgy igazi tehát, is. Tehát tényleg csak épp, hogy megjelenik a hajlatban. Igen, az mert nekünk az volt azért néztük meg, hogy ez az-e,
mert a lábain nem láttuk ezeket a fehér pöttyöket, vagy hát csíknak írja, de hát most az a kis vékonyka lábán azt te csak pöttynek látod. Ja. Nem láttuk a lábán, illetve egy helyen láttuk. A hallatában van éppen, ahogy olvastad, halványan igen. látható. Tehát ez egyértelműen kizárható, hogy ez az a másik szúnyog. Nem pedig elsőre frászt kap az ember. És azért akartunk erről beszélni, hogy más se ijedjen meg, hanem inkább ismerje meg, hogy miről, mi veszi őt körül, miről van szó. A másik pedig egyébként a most az esővíz kapcsán, ugye mi is gyűjtjük az esővizet, erről már egy párszor esett szó. és be kell fedni azokat a hordókat, és mindenféle olyan dolgot, amiben esővíz, vagy bármilyen víz van a kertbe, és akkor nem telepszenek ott meg a sima szúnyog se, és az ilyen vadállat, emberevő vérszúnyog sem. Amúgy miért kapott vajon tigris nevet? Mert az, hát hogy, az hogy gyötrőszúnyog, az egyértelmű. Hát az... és a csíkok, az nem? Hát, akkor zebra szúnyog, most tök mindegy. Jó, igen, mondjuk sok csíkos van, igen, csak így hirtelen, így a tigris, meg a szúnyog, így a fejbe, így eléggé. Hát, szerintem megegyezhető. Csak a csíkosság, igen, de hát akkor végül is tényleg lehetne zebra. A zebra az egy ártatlan, csak az egy ártatlan, a tigris az meg egy... De hát igazából a tigris is ártatlan, mert csak azért ja, tudja. Hagyjad már! Hagyjad már! De viszont most már többször megnéztem, és ennek a szúnyognak nincsen a hátán semmilyen fehér csík. Tehát igazából ez egy nagyon tényleg hasznos info, hogyha egy ilyen, na ugye elsőre tökre most is nézd meg, így ahogy látod, egyértelműen látszik, hogy csíkos, úgy, ahogy mint egy tigris szúnyog, de ahogy lecsapod és megnézed a hátát, és ott nincs egybefüggő fehér, ahogy már sokszor mondtuk, úgy már egyértelművé válik, de ettől függetlenül lehet, hogy le lehet fotózni, azt be lehet küldeni, és a hozzáértők majd meghatározzák, hogy most ez az vagy nem. Már neki most a hátát visszanézve a fotókat lehet pont nem sikerült lefotózni, de viszont látszik egyértelműen tényleg most így utólag, hogy ezt az infót megtudtuk, hogy ez nem az. És ilyenkor azért jobb, szóval szerintem ez hasznos dolog ilyetnek utána nézni, mert az ember ilyenkor nyugodtan hátradőlhet. Illetve még ami fontos, hogyha esetleg félelmeid vannak ilyentől, akkor hát főleg gondolom a fiatal anyukák azok, akik így nem tudnak mit kezdeni ezekkel az információkkal, vagy kismamák. Szóval, hogy ami a kertben található bármi ilyen vizes gyűjtő, tócsa, cucc. Vagy igen, gyűjt, akár ilyen most a gumikról beszélnek, az autógumikról, bicikli gumikról, amik is szét vannak a kertben, hát nem haigálva, de ugye tárolod már, hogy valami itt a víz újrahasznosítsd. Még fel vannak sorolva a kis gyerekjátékok, meg ilyenek is. De, amíg bármi, a víz amiben megáll, igen, a víz, tulajdonképpen megáll. Abba az meg tud telepedni a szúnyog, és segíthetjük a szaporodásukat. De mi ez ellen már tettünk a fecske hívogató fészkünkkel, ami remélhetőleg... Ami még nem történt semmi, de hát bízunk benne, más nem tudunk csinálni. De itt a lehetőség megint felhívni a figyelmet, hogy várjuk a fecskéket. Van egy kiadó fecske fészek, rengeteg szúnyog van a környéken, tehát éhen biztos nem halsz. A tigris szúnyoghoz hasonló méretű hatalmas nagy dögök, tele vannak, full tápláltak, nagy méretűek, igen, kívánatosak, a kégli pöpec, tehát lehet jönni. Múltkor volt lent a lovardánál rengeteg fecske, és van a környéken, tehát biztató, hogy előbb-utóbb ide is talál majd egy-két fecske, és megtalálja azt a kis fészket, amit kihelyeztünk neki. Aztán lesz más is, amit kihelyeztünk, de most azt már emlegettük, de még nem beszéltünk róla, szerintem majd az hamarosan az is. Viszont mi vagy megtudtuk, hogy ez nem tigris szúnyog, és ahogy mondtad, nyugodtan hátradőlhetsz ezért. Dőljünk. És a lopodarás közben zümmög. Amúgy olyan félelmet, tehát ugyanaz a hangja van, mint a simadarásnak. Nem.